A Kárpát-medencei Tehetségnap keretében március 24-én Budapesten vehették át a Kossuth Lajos gimnázium képviselői az akkreditált kiváló tehetségpont oklevelet és táblát az iskolában folyó kimagasló tehetséggondozó munka elismeréseként. Erről az eseményről és az eddig végzett munkáról kérdezte meg munkatársunk, dr. Pásztorné dr. Vas Anikó intézményvezetőt. Igen, egy nagyon szép eseményen vehettünk részt március 24-én szombaton Budapesten, ahol a Kárpát-medencei Tehetségnap keretében átvehette mindazon intézménye az elismerő oklevelet és ezt a címet, amely azt bizonyítja, hogy akkreditált kiváló tehetségpont lettünk. 2014-ben már a gimnáziumunk regisztrált tehetségpontként működött, illetve ebben az évben az egyik tagintézményünk, a Kossuth Lajos Gimnázium, Kossuth Lajos Általános Iskolája is regisztrált tehetségpontként működhet tovább. De igazából ez a cím, ez azon kívül, hogy használtuk a logót, ez nem volt köztudott, és igazából nem egy programozott tevékenységet jelentett, de természetesen a versenyeredmények és az elmúlt két év dokumentációja, amit a két szakértő és ellenőrzött, amit találtam mellettem, tehát ténylegesen bizonyítható, hogy igen széles körű tehetséggondozó munka folyik a gimnáziumunkban. Ehhez hozzátartoznak a versenyeredményeink, a versenyekre való felkészítések, tehetséggondozó munkánkat segítik a Budapesti Műszaki Egyetemmel, a Szolnoki Neumann János Egyetemmel, vagy az EGRI Egyetemmel való együttműködéseink is. Tehetségpontról beszélünk, tehetséges diákokat is feltételez ez valamilyen szinten. Hogyha osztályokra lebontva néznénk, akkor milyen arányokról beszélhetünk a gimnázium tekintetében? Körülbelül egy olyan a diák létszámnak körülbelül egy 20%-a mondható tehetségígéretnek. Ugye tehetséges diákról nem beszélhetünk, vagy nagyon merész kijelentés lenne, csak tehetségígéretekről, mert az, hogy ki miben tehetséges, igazából azt nehéz megmondani egy kezeink közé kerülő diákról. Erre vannak a pedagógusok, akik ezt a kibontakozást segítik, mert én úgy gondolom azt, hogy minden tehetség utat tör magának, ez így magában nem igaz. Tehát nagyon fontos hozzá a családi környezet, nagyon fontos az, hogy az iskolában milyen segítséget kap ehhez. Említette, hogy elég sok dokumentációval kell alátámasztani, hogy ilyen tehetségpont címet megkapjon egy intézmény. Ezek a dokumentációk miket tartalmaznak? Volt egy akkreditációs felület, ahol kb. Két hónapos munkát jelentett az, hogy a tehetséggondozó munkánkat bemutasson. Ehhez hozzátartoznak, ahogy említettem, a versenyekre való felkészítések, vagy akár a versenyszervezések, mint például a bójai csapatversenyek szervezőiként tevékenykedünk. ECDL-vizsga központ vagyunk, nyelvvizsga központ vagyunk, tehát ez is egyfajta együttműködés jelent az adott központokkal. Az egyetemekkel való együttműködés, ahol a tehetséggondozó diákjainkat segítik, illetve minden olyan pályázat, amiben megpróbáljuk a tehetségeinket segíteni, akár anyagilag is, akár olyan tehetséggondozó programok révén, amiben például most is dolgozunk, és áprilisban lesz a kifutása egy EFOP-os pályázatnak, ahol csoportos tevékenységekkel segítjük a tehetséges diákjainkat. Nagyon szép gondolat volt, hogy a tehetség utat tör, de a tehetséget segíteni is kell, hogy utat törjön. Milyen tervek vannak a jövőben, hogy segíteni lehessen ezeket a tehetséges gyerekeket? Igen, az, hogy akkreditált kiváló tehetségpontként működünk, azon kívül, hogy büszkék vagyunk rá, azért ez nagyon sok fontos feladatot is jelent a jövőre nézve. Egyrészt azért, mert ez egy 3 évre elnyert cím, és azért dolgoznunk is kell, hogy ezt a címet újra megpályázhassuk és újra elnyerhessük. Ez azt jelenti, hogy egy tehetséggondozó programot szeretnénk kidolgozni, olyan műhelyeket létrehozni, amelyben összefogottan és tervezetten működik a tehetséggondozó munkánk. Továbbra is fogjuk a versenyekre felkészíteni a diákjainkat, természetesen akár csoportban, akár egyéni felkészítés révén. Egyéni fejlesztési terveket kell kidolgoznunk a tehetséges diákok számára, és hogy az, hogy ne véletlenszerű legyen egy-egy tehetséges diákkal való foglalkozás, ezért nagyon fontos, hogy a pedagógiai szakszolgálattal aláírtunk egy együttműködést, ahol pszichológus fogja segíteni a munkánkat a kiválasztásnál. Ez azt jelenti, hogy a bejövő 9-es és 5-es diákjainkat felmérik, kifejezetten pszichológiai tesztekkel fogják vizsgálni, hogy kik azok, akik igazából tehetségígéretek. Igen, pontosan erre is rá akartam kérdezni, hogy mennyire tudja ezt a felelősséget felvállalni egy osztályfőnök vagy egy szaktanár, hogy ő felismeri a tehetséget. Nagyon sokat tehet érte, és ahogy említettem, nagyon fontos feladat hárul majd itt a szülőkre is, tehát több oldalról kell, hogy megsegítsük és támogassuk a tehetséges diákokat. Gratulálunk akkor a gimnáziumnak ennek a
címnek az elnyeréséhez, és természetesen további sikeres munkát és tehetséges gyerekeket kívánunk. Köszönöm.